dicsőség és passió, dicsőség és szenvedés. Kedves testvérek, ez a két teljesen ellentétes fogalom a mai ünnepben virágvasárnap összefonódik. Elválaszthatatlanul összefonódik. És éppen a körmenet, amelyet megpróbálunk mi évről évre átélni, szebbé tenni, olyan szépen elénk állítja a mai ünnepnek az igazi mélységét. Énekeltük a Zsoltárban, Isten, Isten, miért hagytál el engem? És nem csak a mi életünkben igaz ez olyan sokszor, de mennyire hatványozottan van ezt az Úr Jézus is átélte. A passió, amelyet most felolvastunk, éppen abba a titokba vezetve bennünket, hogy Jézus, az Úr Jézus a szenvedés minden nemű változatát átélte. Megélte a csalódást, az árulást, megélte azt, hogy hát Pilátus háromszor is ki akarja őt menteni, hát ha megmenekül, és újra átneti élni, hogy a nép, amelyel annyi jót tett, ellene szegül és egy gyilkost választ Jézus helyett, átéri a testi szenvedést, átéri a gyengeséget, hogy egy Cirene és Simonnak kell itt segíteni neki. Átéri, hogy a jeruzsálemi asszonyok, ahelyett, hogy segítenének neki, ahelyett inkább csak siránkoznak és szánakoznak. Jézus tehát az emberi szenvedés minden fajtáját a passióban átéri. Testvérek, és miért? Azért, mert ahogyan mi a körmenet végén, itt a templom kapuján álltunk, éppen a passiónak a végterméke, ha lehet ilyet mondani, a keresztel nyitottuk meg a templomnak az ajtaját. Az Úr Jézusnak a passiója, szenvedése, kereszthalála és feltámadása a miértünk volt. Azért, hogy mi be tudjunk menni nem csak a templomba, de az örök életbe is. És itt érkezünk el, testvérek, a mai ünnep igazi mondani valójához, hogy Krisztus előttünk megy. Hogy az a dicsőség, amelyet évről évre mi a körmenetben tényleg megpróbálunk a magunk módján elénk tárni, hogy Jézus előttünk megy. Jézus előttünk vonul be, igaz most csak Jeruzsálembe, de az ég dicsőségébe. Ő az, aki előttünk megy, és szinte utat készít nekünk, hogy megértsük, hogy a szenvedésben, testvérek, amelynek a hetében most belépünk, hogy amikor mi is azt mondanánk, és mondjuk, Istenem, Isten, miért hagytál el engem, amikor a magány, a félelem, a csalódottság, a testi, lelki szenvedés nyerne erőt rajtam, akkor ezen az úton én ne legyek egyedül. Krisztus valóban előttünk megy. Utat tör nekünk a szenvedés útját, amely a mai naptól kezdve már nem a fájdalomba, hanem az örök életbe vezet bennünket. Jézus ma nem csak mint király jelenik meg, ő valóban, ahogy a énekeljük a szemise végén, hogy Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus imperat. Nem csak, hogy győz a halálon, de maga mögött, testek, Jézus mögött, ott megy a nép, amely átlépett a virágokon, átlépett a leterített ruhán, vagyis Jézus útján halad, a szenvedés útján. De ebben a szenvedésben, életünk nehézségeiben már soha nem vagyunk egyedül, mert Jézus a király előttünk jár és velünk jár. Ha van igazi színoldus testvére, együtt járni az úton, akkor ez a virágvasárnap ünnepe. A színoldus azt jelenti, hogy együtt menni az úton. Jézus nem hagy el bennünket, hanem életünk útjain kísér, támogat, előttünk megy és velünk van. Ő valóban a szeretet királya. És éppen ezért ma még inkább testvérek határozzuk el, hogy ne legyen semmi olyan körülmény a mi életünkben, ahol letérnénk a Krisztus király által, ma kitaposott úttól, útról. Ma még inkább fogadjuk meg, hogy követjük Krisztust jóban, rosszban egyaránt. Ma még inkább fogadjuk meg és értsük meg, hogy a kereszt útja nélkül nincs örök élet. De Krisztus ezt az utat ma
a maga dicsőséges bevonulásával számunkra talán könnyűbbé, elviselhetőbbé, vele együtt szerethetőbbé tette. Vagyunk tehát mi is értünk meg Krisztus király nyomába, és a kereszt órájában próbáljuk felfedezni, hogy a szeretet királya mellettünk, velünk és bennünk szenved tovább. Amen. Istenet vezessen!